A Kárpát-medence varázslatos tájain jobbnál jobb szőlőtermővidékeket találunk. Így van ez a Muravidéken, Lendvahegyen és környékén is, ahol évszázadok óta húzódnak a szőlőtőkék a lankákon. Itt találjuk Cuk Lajos borházát, aki több mint 30 éve foglalkozik borászattal, és egyik muravidéki alapítótagja a Külhoni Magyar Borászok Egyesületének. Rozsmán István barátommal mi ketten úgy döntöttünk, hogy mi is, aki innen Lendváról való, ugyancsak Lendvahegyről, hogy mi is alapító tagjai leszünk ennek a szövetségnek, és úgy gondolom, hogy ez egy ugyancsak egy, talán úgy is mondhatnám, küldetés, amit kötelességnek tartunk, hogy kapcsolódjunk a többi magyar ajkú, magyar lakta szőlészete közborászatokon az anyaországon kívül. Az Egyesület célja többek között a hagyományok felkutatása és megőrzése, illetve a helyi borászat, borkultúra megerősítése, megismertetése a fiatalokkal. Lajos lánya örömmel csatlakozott a családi vállalkozáshoz. Uh-huh. Most tudnak, hogy ez még mindig. Ez a Szent Márton szőlő. Éva ebbe született bele, ebben a közegben nőtt fel. Ma a borászat mellett működő vendégházat viszi. Belegondoltam már többször abba, hogyha valami miatt ez a ház nem volna, akkor hova mennék lakni? És nem tudtam semmi okosat kitalálni. Vannak szép csücskei Szlovéniának, akár mindegyik másik országnak is, de szerintem mi itt ide születtünk, és ide valóak vagyunk. Nem véletlen teremtünk ide ahova. Ez már a Lendvahegy szomszédságában fekvő Csente. Első említése 1381-re tehető, egykoron a Bánfi család birtoka volt. Ebben az apró faluban működik az 1990-ben alakult Csentei Szőlőtermelők Egyesülete, amely nem csak a helyi, hanem több környékbeli borászt is összefog. A közösség tagja a Külhoni Magyar Borászok Egyesületének, és az anyaországi támogatásnak köszönhetően más határon túli borászattal is szorosabbra tudják fűzni a kapcsolatokat. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Először valójában a zalaegerszegi kertbarátkörrel vettük föl, szóval velük tart 30 éve a kapcsolat, és utána jöttek Sármellék, Lenti, Letenye, aztán Badacsonyból, Keszthelyről, mára már bővült is ez a kapcsolat, ugye mi is utazgatunk a Kárpát-medencében, köszönhetően az Agrárminisztériumnak is, amely támogat bennünket. Az Egyesület tagjai elsősorban szakmai segítségben részesülnek, de a közösségépítés is fontos küldetésük. Így vélekedik Huzimetz Zoltán és felesége is. Zoltán annak idején édesapjától tanulta meg a szőlészet és borászat fortéjait, gyerekkora óta viszi tovább a hagyományt. Maga a szeretet a földhöz, mivel azért én a maga a borászatot, a szakmát, a szakmám géplakatos, én nem tanultam minden, az édesapám tanultam mindent. És hogyha meggondolom azt, hogy neki a vágya mindig az volt a terve, hogy ha megöregülnek, az édesanyám följönnek az egyik birtokra, és majd ottan így mérik kő, deciszám a bort, elég sok osztrák vendég van Lendván, így a turistáknak hagyják el is valahogy. Ugye a sors érdekes, a sors mit hozott, hogy most én azt mondta, a kívánságát teljesítette. Ez meg egy 2019-es évjáratú szürke barát, száraz. Az Egyesület egyik aktív tagja, Felső Alen kínálja kiváló borával az elnökasszonyt. Ahogy oly sokan Csentén, Alen szintén ebbe a kultúrába született. Borbírálóként jelentős szerepe van az Egyesületben. Ugye az Egyesületben lehet tanulni, mindig lehet. Járnak ide szakemberek előadásokat tartani. Jó magam is egy-kettőt tartottam, és nagyon szeretek részt venni mindenki előadásán. Nagyon megszeretem hallgatni az idősebbek tapasztalatait, mivel sokszor van sok minden, amit elfeledtünk, amit talán nem is tudjuk, hogy miért csinálunk, de valamikor tudták. Az anyaországi támogatásoknak köszönhetően egyre több egyesületi borász vehet részt olyan továbbképzéseken, melyek elmélyítik tudásukat. Így a helyiek reményei szerint a Muravidék továbbra is a Kárpát-medence egyik legjobb borvidéke lesz.